A Plátó a kis- és középvállalkozásokra összpontosító keresztapa program, ahol sikeres nagyvállalkozások megbízott vezetői egy éven át szakmai tanácsadással, tréningekkel, szemináriumok szervezésével segítik a kisvállalkozásokat az üzleti életben. A Plátó program keretén belül 20-25 fős csoportok jönnek létre, amelyeknek kis- és középvállalkozások a tagjai, a keresztapa pedig segíti őket. Találkozóikon megbeszélik az aktuális feladatokat, problémákat és megosztják egymással tapasztalataikat. Ahogy erősödik a kapcsolat a Plátó hálózaton belül, úgy növekszik az üzletkötési lehetőségek aránya. A kamara felvállalt feladata a kis és közepes vállalkozások támogatása. Az egyik ilyen a Széchenyi kártya konstrukció, mely szintén idén ünnepli fennállásának 15 évét, és a 15 év alatt 250 ezer vállalkozót sikerült hitelhez juttatni, mintegy 1800 milliárd forint értékben. Aztán egy másik ilyen sikeres programunk, ami most zajlik, ez az infokommunikációs szemléletformáló program, amely Európai Uniós forrásból teremt számunkra lehetőséget, hogy minél több kisvállalkozót ösztönözzünk arra, hogy digitális technológiákat alkalmazzanak. És hát ez a harmadik ilyen nagyon sikeres program, ami szintén idén 15 éves a Plátó, amelyik gyakorlatilag összehozza a kamarán belül a kis és a nagy vállalkozókat. A Flaman mintájú, a kis és közepes vállalkozókat támogató programot Magyarországon elsőként 15 évvel ezelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara indította útjára a Flamand kormány támogatásával. Az elmúlt 15 évben közel 500 kis- és középvállalkozás vett részt a Plátó programban, és ehhez kapcsolódóan 50 nagyvállalatnak a képviselője segítette a munkájukat. 10 megyében indítottuk el a programot, büszkék vagyunk arra, hogy a fő koordinátora ennek az eseménynek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt, tehát mi indítottuk el 3 megyében, illetve utána terjedt még tovább különböző támogatások segítségével a többi megyében is, és innen még át tudtunk lépni a határon túlra is, és Ukrajnában, Szlovákiában és Romániában is elindult ez a program. A tanácskozáson szó esett a kamara segítségéről a vállalkozások digitalizációs fejlesztésében, a Plátó program jelentőségéről a kis és közepes vállalkozások életében, flamand és kamarai szemszögből. A vállalkozók és a támogató nagyvállalatok megvitatták a program helyi tapasztalatait, majd üzletember találkozóval zárult a Plátó nap.